Egyre kevésbé kell Máté Szalka önkormányzatának részt vennie a programszervezésben, hiszen megteszik ezt a civil szervezetek. Erről is beszélt Hanusi Péter polgármester a Város Kulturális Központjában egy keddi fórumon. Mint mondta, az uniós pályázatokból létrehozott közösségi tereket a civilek minden eddiginél nagyobb mértékben használják ki. A korábbi évekhez képest mi most már nagyságrendekkel több civil pályázatot támogatunk. Duplájára emeltük azokat az összegeket, amelyek korábban erre voltak fordíthatóak a civil pályázati, önkormányzati pályázati rendszerben, illetve a polgármesteri alapból támogatható pályázatok számát is megnöveltük. Így például az önkormányzat által egy 2 millió forintos pályázati keretre idén már 26 pályázat érkezett be. Ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán ennyi civil szervezet akar élni, dolgozni, programokat csinálni. Na most azért egy 17.000 hatszálas városban ez nem olyan rossz, sőt nagyon-nagyon jó. Kecskés Péter, a miniszterelnökség főosztályvezetője előadásában kiemelte, 2020-tól a Nemzeti Együttműködési Alapkeretösszege civil szervezetek számára mintegy 1,8 milliárd forinttal növekszik, amely így elősegíti új szervezetek létrehozását, valamint a már meglévő egyesületek lehetőségeinek bővülését is. Nagyon fontos, hogy azokat a megkezdett programokat tovább visszük, mint például az egyszerűsített támogatás, ahol nincsen kollégiumi bírálat, tehát egyfajta automatizmus alapján jutnak hozzá a forráshoz a civil szervezetek. Elsőben a kisebb és közepes civil szervezetekre gondoltunk, illetőleg azáltal, hogy a forrást bővíteni tudjuk, tehát több pénz áll rendelkezésre az egyes kollégiumoknál, valószínűsítem, hogy jelentősen több nyertes szervezet lesz, és hát természetesen a beadott pályázatokat kell olyan módon megírni, hogy azok minőséget, értéket közvetítsenek. A választókerület országgyűlési képviselője elmondta, a társadalom legfőbb összetartó ereje a civil szervezetekben van. Kovács Sándor megjegyezte, a Máté Szalkai Egyesületek munkája valóban emeli a város presztízsét. Egy falu, egy város, egy utca nem létezhet tenni akaró emberek nélkül, akik már vették a bátorságot, hogy végigálltak a civilesedésnek az útján, tehát bíróságig mentek, bejegyzés, bankot, bankszámlát nyitottak. Azt gondolom, hogy ők már akarnak tenni valamit, és a magyar kormány pedig támogatni akar őket ezeknek a céloknak az eléréséhez, lehet egy környezetvédelem, lehet egy nyugdíjas egyesület, egy sportegyesület, valamit tenni akarnak, és azt gondolom, hogy csak támogatni lehet őket. A fórumon kitértek arra is, hogy az új civil szervezetek regisztrálásakor még mindig gyakoriak a formai hiányosságok, így érdemes a szabályzattal részletesen megismerkedni a bejegyzés előtt.